bővítés, a szeptemberi iskola kezdéskora, gyerekek már birtokba vehetik a Tamási Áron iskola új épületét. Rekkenő hőség, akár 40 fok is lehet a következő napokban, sokan lesznek rosszul a nagy melegben. Borsos Miklós ritkán látható alkotásait is bemutatja a Várkert Bazár új kiállítása. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A szeptemberi iskola kezdéskora, a gyerekek már birtokba vehetik a Tamási Áron iskola új épületét, amelyben 6 tantermet alakítanak ki. Az iskola népszerűsége indokolta a bővítést. A hajdani 8 tantermes intézményben ma már majdnem 1000 diákot oktatnak. Feszültségmentesen folynak a villanyszerelési munkák a Tamási Áron iskola legújabb épület szárnyában. A tervezett dátumra, augusztus végére ugyanis elkészülnek az új E-épületben még hátralevő munkafolyamatokkal. Már csak néhány belső szerelési művelet van hátra, illetve a külső vakolatok felhordása és a színezés. Az új épület energetikai tervezésénél és kivitelezésénél törekedtek a takarékos üzemeltetésre, így például a külső szigetelés vastagsága 160 mm. Az iskola a jelenlegi szabályoknak megfelelően van hőszigetelve. Itt látszik is a homlokzaton most az építés alatt. És az iskolában klímatizálásról jelen pillanatban nem kellett gondoskodni, mert a nyári időszakban nincsen oktatás. A fűtését pedig kondenzációs kazánnal oldottuk meg. Az energiatakarékosság a nyilázárok kiválasztásánál is döntő szempont volt. Több légkamrás, hatalmas műanyag ablakokat építettek be a szakemberek. Itt az összes tanterem teljes felületen meg van nyitva ablakkal, és a folyosók is teljes hosszban ablakozott felületek, teljes mértékben bevilágított és kényelmes teremek. Az összességében mintegy 800 négyzetméteres hasznos teret adó E-épület egyszerű, ám korszerű, és a fogyatékkal élő diákok számára is könnyen átjárható. Az elkészült épületben 6 darab osztályterem lesz kialakítva, és az ahhoz kapcsolódó vizes blokkok, az akadálymentes közlekedés biztosító lift, és a folyosói terek lesznek kialakítva. Az új E-épület a Tamási Áron bővítésének csak első üteme. Ezt a hegyvidéki önkormányzat finanszírozza, több mint 470 millió forintba kerül az új iskola rész. A tervekben további bővítésről is szó van. Az A-épületben még 4 tantermet, tanári szobát és egy nagy zsibongót szeretnének kialakítani. Annak a bővítésnek a költségeit már várhatóan az iskola fenntartó fedezi. Súlyos higiéniai hiányosságokat tárt fel a Nébih vizsgálata egy óbudai pékségben. Pókhálós, penészes falak, töredezett csempék és egérürirékkel szennyezett padló. Többek között ezekkel találkoztak az ellenőrök. A berendezéseket nem takarították, így az egyik géptől például a zsemlék is gépzsírosak lettek. Emellett 60 kg-nyi lejárt szavatosságú és jelöletlen alapanyagot is találtak a szakemberek. Azonnali hatállyal felfüggesztették az egység működését. Emellett a dolgozóknak az egészségügyi könyve lejárt, nem újították meg a gyártmánylapokat az új élelmiszerkönyvnek megfelelően, és 10 tételt, mindegy 60 kg alapanyagot kellett kivonni a forgalomból, ezekből 7-nek lejárt a minőség megőrzéséje, ideje 3 tétel esetében pedig nem volt biztosított a nyomonkövetés. A vállalkozás több 100 000 forintos bírságra számíthat, illetve a tevékenységét kizárólag akkor folytathatja, ha valamennyi problémát kiküszöböl, és ezt egy helyszíni szemle során leellenőrzik a kollégáink. Egy év alatt több mint 10%-kal drágultak a budapesti lakások. A négyzetméter árak egy friss összesítés szerint átlagosan 655 000 forintra emelkedtek. A belbudai kerületekben ennél is magasabb 680 000 forintot meghaladó négyzetméteráron kínálják a lakásokat. Az idei év első felében is kiemelkedően magas volt az érdeklődés az új építésű ingatlanok iránt. Fokozódik a kánikula, csütörtökre virradóra megdőlt Budapesten az országos napi hajnali melegrekord, 25,1 fokot mértek. Sok helyen párakapukkal és vízosztással próbálják segíteni az embereket. Az orvosok a szokásosnál sokkal bőségesebb folyadékpótlást, ásványi sokban gazdag, könnyű ételeket javasolnak ilyenkor. Az egyik budai szökőkútnál hűsítik magukat a fiatalok, sokan csak így tudják elviselni a nagy forróságot.
Az előrejelzés szerint hétvégén vasárnap estig nagyon meleg lesz a fővárosban is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. Az országos tiszti főorvos emiatt harmadfokú hőségriadót hirdetett ki. A kisgyerekeket, az időseket és a krónikus betegségben szenvedő embereket különösen megviseli a hőség, és az autóval közlekedők figyelme is lankad a nagy melegben. Így a víz mellett próbáljuk a szökőkútnál. Valamennyire azért csak tompítja, mert mit tudom én, bevizezzük a kéztöllőt, aztán ezzel próbáljuk hűsölni magunkat egy darabig. Talán ez az árnyas fák, meg itt a szökőkút egy kicsit enyhít ezen, meg a sok folyadék. A vízivás, meg a hűtés, hát akinek van lehetősége, annak muszáj. A fővárosi közterület fenntartó ZRT 20 locsoló autója folyamatosan 2x12 órás műszakban locsolja a budapesti utakat, hidakat és villamospályákat. Napok óta a harmadfokú hőségriadó van a fővárosban, ez a legmagasabb fokú készültséget jelenti. Napok óta az összes autónk, amely locsolással foglalkozik, kint van az utakon, és természetesen a kollégánk is. Naponta kb. 3500-3800 köbméter vizet locsolunk szét a fővárosban, 2x12 órában, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nullától 24 óráig szolgálatban vagyunk. Napközben a sűrűn lakott részeket, lakótelepeket látjuk el hűsítő locsolással, éjszaka pedig a fő és tömeg közlekedési útvonalakat. Általában elmondható, hogy egy locsolás alkalmával 6-8 fokot tud hűlni az aszfalt hőmérséklete. Tegnap például megmértem, akkor 58 fokos volt az aszfalt, tehát meglehetősen forró. Lehet, hogy nem tűnik soknak az a 6-8 fok, amivel ilyenkor tud hűlni az aszfalt hőmérséklete, de a hőérzetünkre mindenképpen javít. Plusz, ami még hozadék ennek a locsolásnak, az, hogy a szárópoart és a polleneket megköti a víz. Az orvosok a szokásosnál sokkal bőségesebb folyadékpótlást, ásványi sokban gazdag, könnyű ételeket javasolnak. A gyerekek és az állatok állapotára, itatására is különösen oda kell figyelni ilyen hőségben. Budapesten több helyen szerveznek vízosztást is. Így többek között a déli pályaudvarnál ma is és a forró napokon is hűsítő vizet kérhetnek. A nagy hőség ellenére az országos melegrekord vélhetően nem dől meg. A Magyarországon mért abszolút hőmérsékleti csúcs 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án Kiskunhalason mértek. A prognózis szerint a jövő hétvége várhatóan hozhat némi lehűlést. Nem csak a virágágyások és a zöld felületek, de a sétányok is megszépültek a Margit-szigeten, sőt a csatornahálózat kiépítése is befejeződött, és a szigeten lévő épületek többségét is felújították. A pesti oldalon elkészült fejlesztésekkel együtt mintegy 20 milliárd forintot fordítottak a beruházásokra. Minden órában rengetegen gyűlnek össze a Margit-szigeti zenélő szökőkútnál, hogy gyönyörködjenek a vízijátékban. A szökőkút nemrég különleges multimédiás elemmel bővült. A vízfüggönyön esténként híres történelmi személyek, sportolók arcképe jelenik meg. Ez azonban csak egy a Margit-sziget új látnivalói közül. A vizes világbajnokság előtt ugyanis több korábban tervezett beruházás is megvalósult. A kaszinó épülete például visszakapta eredeti pompáját, megszépültek a sétányok, új padokat helyeztek ki, átadták a Palatinus új részlegét, bővítették a parkolót, és virágok ezreit ültették el. Amit a Margit-szigeten történt, és amit itt beruházásnak hívunk, azok nem légből kapott gondolatok voltak, és nem a vizes világbajnokságra tekintettel találtuk ki, hanem mind beleágyazódnak a Fővárosi Önkormányzat által 2013-ban meghirdetett Margit-szigetet érintő fejlesztési csomagba. A 17. vizes világbajnokság idején Budapestre látogató csak nem 400 ezer ember többet kapott, mint amennyit várt, mondta Szenecei Balázs főpolgármester helyettes, aki hangsúlyozta, hogy a versenysorozat jelentősen felgyorsította a tervezett fejlesztések megvalósítását. Fontos volt, hogy ezek a beruházások olyan hosszú távú beruházások legyenek, amelynek a legfőbb haszonélvezője a budapesti polgárok. Nyilvánvalóan például a csatornázást említem, akkor ez már egy légen meglévő hiátus, illetve annak kezelése, hiszen több szempontból is fontos volt. Egyrészt nem volt meg, másrészt ugye innentől kezdve tisztítatlanul ömlött a ritkerkező szennyvíz a Dunába, nem volt kiépítve a csapadékvíz elvezető rendszer, illetve a szivágó rendszer sem. A szivágó rendszer azért nagyon fontos, mert amikor például árvízvédelmi helyzet van, akkor a feljövő talajvíz elvezetéséhez nagy mértékben hozzájárul, és sokkal könnyebbé teszik a védekezést. Tehát ez pedig egy régi, általunk régóta tervezett projekt volt, amelyet így közös kormányzati társfinanszírozással együtt meg is tudtunk valósítani.
A Margit-szigeti fejlesztések elengedhetetlenek voltak a budapesti vizes VB megrendezéséhez. A fővárosban egyébként nincs vége a vizes sportok versenyeinek. Vasárnap kezdődik ugyanis a FINA Masters világbajnokság. Augusztus 7-én elkezdődik a 17. FINA Masters világbajnokság, amelyen közel 12 000 regisztrált résztvevő fog részt venni. Ők a világ minden tájáról érkeznek majd Budapestre, illetve Balatonfüredre. A Margit-sziget fejlesztése a következő években tovább folytatódhat. Egyre többet költünk a boltokban. A KSH legfrissebb jelentése szerint a boltok forgalma júniusban 5,5%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Júniusban is a nem élelmiszer kiskereskedelmi üzletek forgalma mutatta a legnagyobb 8,5%-os növekedést. Az üzemanyag eladások 5,1%-kal emelkedtek, az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem pedig 4,1%-kal bővült. Borsos Miklós ritkán látható alkotásait is bemutatja a Várkert Bazár új kiállítása. A szobrokat, grafikákat és festményeket felvonultató tárlaton az alkotó egész életművét megismerhetik a látogatók. Organikus szobrok, egyedülálló festmények és grafikák a 20. századi magyar szobrászművészet egyik meghatározó alakjának, Borsos Miklósnak a munkásságát tárják a közönség elé a Várkert Bazárban. A tárlat tematikájában és időrendben teljes áttekintést nyújt Borsos Miklós művészetéről a korai, archaikus szemléletű munkáktól az organikus absztrakciót képviselő alkotásokig. A festői életút bemutatásával indul a tárlat, majd a szobrászat következik. Mi a Győri Rómer Flóris Történeti és Művészeti Múzeummal koprodukcióban rendeztük ezt a kiállítást, és az ottani lehetőség, hogy felújítják a Borsos Múzeumot, kiállítást, kiállítási teret. Ez adott lehetőséget arra, hogy elhozzuk nagy számban azokat a főműveket, amelyeket gyakorlatilag több mint 3 évtizede nem láthatott a budapesti közönség, hiszen ezt még a 70-es években maga Borsos Miklós állította össze, és a város kezelésébe adta, és hát ugyanakkor nem nagyon lehetett megbontani, tehát ez egyben áldás is volt, ugyanakkor meg nem megakadályozta azt, hogy a főváros közönsége is láthassa, és akkor erre csaptunk rá, erre a lehetőségre. Életművének legjelentősebb részét kitevő úgynevezett organikus szobrai az 1960-as, 70-es évekre datálhatóak. Ekkor készültek azok a márvány szobrai, amelyek többek között az univerzumhoz, a teremtéshez, a születéshez, vagy a jó és a rossz ellentétéhez kötődnek. Külön szekcióban tekinthető meg Borsos Miklósnak a zenéhez fűződő viszonya, amely egész életét meghatározta. Ő maga is ugye hegedűn játszott, és a mitológia volt még az, amire fel tudtuk fűzni egy csomó műalkotását. Ezen belül kiemelten az Odysseusz témakört, vagy Orfeuszt, vagy Ikarosz alakját, tehát vannak ilyen emblematikus figurák a mitológiákból, amelyeket aztán ő ilyen általános emberi egzisztenciás problématikaként fel tudott vetni. A tárlat szobrászati szekciójában láthatják az 1930-as évek szobrászati emlékeit. Ezek őrzik azt az időszakot, amikor a művész a rézzel ismerkedve kialakította a csak rá jellemző technikát. Nagy kötődése volt az iparos munkákhoz, az iparművészethez, és így például a rézdomborítások az egy különleges technika talán az egész szobrász, a magyar szobrászaton belül, de találkozunk lavírozott tusrajzokkal is, ami mutatja, hogy a kezdeti festői pálya nem tört meg teljesen, nem merült feledésbe, hanem inkább a grafikára tevődött át, és aztán élete végén megint ez erősödött meg, amikor már nem tudott nagy szobrászi munkákat kivitelezni, és ezeken is ez a kontemplatív művész jelenik meg, aki kicsit filozófikusan gondolkodik a világról, tehát megjelennek ugye ezek a olvasmányélmények, mint a öreg halász, vagy a Godóra várva, a Biblia és a mitológiákon kívül, és ezen kívül pedig a természeti formák inspirációi. Több mint 4 évtizede nem láthatott a közönség ilyen átfogó és jelentős bemutatót a művész alkotásaiból. A tárlatot szeptember 24-éig nézhetik meg a Várkert Bazárban, minden héten 2-től vasárnapig.
Szeptembertől ideiglenesen bezár az Iparművészeti Múzeum, a Lechner Ödön tervezte épületet ugyanis felújítják. A 3 évig tartó rekonstrukció során a mostani 3-ról 10 000 négyzetméterre bővítik a kiállító teret, és jobban átjárhatóvá teszik az épületet. Az intézmény a következő hetekben többféle programmal búcsúzik a látogatóktól, épületséták, múzeumi jóga és interaktív programok várják az érdeklődőket. 2 augusztusi hétvégén is csak a gyalogosoké lesz a Szabadsághíd, augusztus 5-én és 6-án, majd 12-én és 13-án is lezárják a hidat a közúti és a közösségi közlekedési forgalom elől. A forgalmi változásokkal kapcsolatos legfontosabb információk a bkk.hu oldalon találhatók meg. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!